feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez. Ön rendelt 5 milliós fizetést elnök úr címmel. Bárándi Gergely képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt jegybank elnök úr. Valóban ez a kérdés, ön rendelte magának 5 milliós fizetést. De másként is feltehetem, hogyha erre azt válaszolja, hogy netán, hogy nem, hogy egyetérte ön azzal, hogy önnek 5 millió forintos fizetés jár. Ugyanis, hogyha ma ön azt mondja itt a ház falai között, hogy ön szerint ez eltúlzott, és ön szerint ezt ön nem érdemli, vagy más miatt nem kéne, hogy ilyen fizetést kapjon, akkor biztos, hogy az országgyűlési képviselők többsége hajlandó lesz ezt visszamódosítani az eredeti állapotra. Ön azt mondta, hogy Ausztriát szeretné Magyarország utolérni. Nos, egy dologban biztosan sikerült, és ez az ön fizetése. Amikor ön kormánytag volt, tisztelt elnök úr, akkor azt hirdették, hogy 2 millió forintnál magasabb állami fizetés az pofátlanság, az erkölcstelenség. Na, most ön ezzel egyetért, még ezzel a véleményével? Ugyanis az ön fizetése több, mint dupla ekkora lett. Most már nem tartja ezt pofátlannak, elnök úr? Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint indokolt-e az, hogy önnek az osztrák jegybank elnökéhez hasonló fizetése van, vagy egyáltalán, hadd fogalmazzak úgy, hogy messze nem az EU-s átlag alatti fizetést kap jegybank elnökként, addig az egészségügyi dolgozók, vagy mondjuk a szociális szférában dolgozók, azok az utolsó helyen kullognak az Európai Unióban. Akkor, amikor ön 5 millió forintot keres, akkor ezeknek a dolgozóknak mondjuk az egészségügyben átlagosan a nettó bére nem éri el a 100 ezer forintot, vagy a szociális szférában körülbelül 70-80 ezer forint. Szóval azt kérdezném, tisztelt elnök úr, hogy amikor ez a helyzet a közszférában, amikor így keresnek, akkor valóban az-e az indokolt, hogy az önfizetését emeljük meg nagyjából 3 millió forintról 5 millió forintra? Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót válaszadásra Matolcsi György úrnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Önnél a szó. Elnök. Köszönöm szépen. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Először is visszautasítom az ön szóhasználatát. Mint volt országgyűlési képviselő, mint volt miniszter és mint jelenlegi jegybankelnök, úgy gondolom, a törvényhozásban senki nem rendel semmit, különösen nem fizetést, különösen nem a jegybank elnöke. Ez nem étterem, kocsma, vagy pedig internetes csomagküldő szolgálat. Nem rendelünk, hanem alaposan előkészítünk törvényeket önök, és ebben az esetben azt gondolom, hogy önök helyesen mérlegeltek néhány fontos feltételt. Az első, hogy bebizonyosodott 2010 óta, hogy a magyar állam sikeresen hajtott végre gazdaságtörténeti jelentőségű tetteket. Ilyen a költségvetési konszolidáció, ilyen a monetáris politikai fordulat, ilyen a növekedési fordulat. Magyarország és a magyar állam sikeres. A magyar állam vezetőit meg kell fizetni, jól meg kell fizetni. Akit az országgyűlési döntés alapján már az állami szektoron belül jól, helyesen, megfelelő módon megfizetnek, ilyenek az állami vállalatok vezetői, azoknál helyes döntés született, és azt gondolom, hogy ilyen helyes döntés a Magyar Nemzeti Bank esetében, vagy a többi állami intézmény esetében is, ha a saját területökön fizetett bérekhez való viszonyítás. A magyar bankrendszerhez képest közép fizetési kategóriában van a jegybankelnök vagy az alelnökök fizetése. De én azt gondolom, képviselő úr, hogy ha ön mérlegeli azokat az eredményeket, amelyeket a magyar állam az elmúlt 6 évben elért, akkor önnek kellett volna kérnie a fizetések rendezését. Köszönöm szépen. Megköszönöm elnök úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót Bárándi Gergely képviselőnek. Önné az. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nehéz szavakat találni erre az elképesztő válaszra, elnök úr. Az a helyzet, hogy tudja, ön szavazatával támogatta azt, hogy az ön elődjének mennyi legyen a fizetése itt az országgyűlésben. Most ehhez képest ön
úgy gondolja, hogy ez indokolatlanul kevés, és önnek többet kell keresnie annál az embernél. De úgy gondolja ezek szerint, hogy indokolt az, hogy mondjuk a magyar miniszterelnökhöz képest is négyszer annyit keressen, és indokolt az, hogy egyébként a közszférában dolgozó többi emberhez és vezetőhöz képest is egy ilyen kiemelt fizetést kapjon. Én úgy gondolom, tisztelt elnök úr, hogy aki ezt a pozíciót betölti, annak kellene, hogy legyen annyi realitás érzéke, hogy akkor emelem meg a saját fizetésem ilyen magasra. És sajnos, igen, úgy tűnik, hogy manapság az a divat, hogy mint a kocsmában megrendelik a jogszabályokat, és megrendelik ezeket a szabályokat kívülről. Sajnos ez a helyzet, ezért kérdeztem öntől is. Szóval, hogy először azt támogatja, hogy a többi ember keressen az Európai Uniónak megfelelő módon, és nem azt támogatja, hogy ő maga tegye így. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg Matolcsy György elnök urat. Elnök úr, önni a szó. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Még egyszer, nem kocsma, nem étterem és nem internetes csomagküldőszolgálat. A jegybank elnöke nem rendel fizetést magának, egyébként jegybanktörvényt sem rendel, szolgál. És ezért a szolgálatért az állami vezetőkhöz hasonlóan kap bért. Hogy ez sok vagy kevés, ezt mindenki döntse el saját maga. Én a saját szakmámat képviselve azt tudom mondani, hogy helyes, ha magyar jegybank vezetői, az alelnökök, az elnök, az ügyvezető igazgatók, az igazgatók legalább elérik a bankrendszer fizetésének középső szintjét, így is a jegybank elnöke, alelnökei kevesebbet keresnek majd, mint a szlovák jegybank vezetői, és ugyanannyit keresnek, mint a csehek. Ön valóban úgy gondolja, hogy rosszabb teljesítményt nyújtunk, mint Csehország vagy Szlovákia? Ha így gondolja, hibásan gondolja, képviselő úr. Megköszönöm elnök úr válaszát. Kérem képviselőtársaimat, őrizzük meg nyugalmunkat, tisztelt Országgyűlés. Volner.